első meccs az Izrael-le játszottunk, az az debütáló meccsem volt. Nagyon örültem, hogy végre magyar válogatottba tudtam debütálni, de sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztünk. Végén egy szögletből kaptunk gólt, úgyhogy első meccs az 2-1 lett Izraelnek. A második meccs az San Marinóban játszottunk, ott győzni tudtunk, és szerintem már sok adott ez nekünk az a győzelem, mert szerintem egy kis lökést tudod adni a csapatba, mert a következő meccsen az biztos kell lesz, mert a csapat ellen fog játszani, mint egy Németország és egy Lengyelország. Az izraeli meccs az nem úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna. Nyilván ott is a győzelemre hajtottunk hazai pályán, mi más is lehetne a célunk, hogy győzzünk. Úgy gondolom, hogy a pontrugások voltak azok, amik a nehézséget okoztak azon a meccsen, és figyelmetlenek voltunk, és emiatt kaptunk ki. Viszont úgy gondolom, hogy a San Marinói meccs az egy másik más hangulatba telt, mert ott nyilván még kontrolláltunk jobban, az ellenfélnek nem voltak lehetőségeik, ott szerintem megérdemelten nyertük meg a meccset, de nyilván az majdnem, hogy kötelező is volt megnyerni. A válogatottnál is nagyon jól éreztem magam, nagyon jó a társaság, ugye másodikak lettünk a Vilotic tornán, sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni az utolsó meccset a szerbek ellen, ugye így lett a második hely végül, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudom meríteni ebből a tornából. Ugye októberben lesz az EB-selejtező, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társaság jött össze, és nekem is nagyon sokat adott akár ez a mostani tábor is, úgy érzem, hogy magabiztosabban jöttem vissza, bizalommal telve, úgyhogy nagyon várom az októberi összetartást is. Egy szöglet tehát a Skribek nagyon jól adott be, amire tudtam érkezni, a kapust megelőzve, és hát Istennek sikerült gólt fejelnem. Nagyon örülök, hogy a Gruppama Arénában tudtam bemutatkozni, óriási élmény volt. Én nagyon sajnálom, hogy kikaptunk, viszont úgy érzem, hogy így a Gyirmóta ellen az élet visszaadta azt, amit úgymond elvette a Fradi ellen, hogy nyerni tudtunk, tényleg 5 gólt rúgtunk, gól nélkül lehoztuk. És én is úgy érzem, hogy egyre inkább belelendültem a játékba, és tudtam segíteni a csapatot jó játékkal, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és remélem, hogy ez az út kezdete, és ezt tudom folytatni. Az első fél idő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nem voltak lehetőségeink az első fél időben. Nehezen találtuk meg a védelmükbe a réseket, ahol be tudunk törni. Viszont a másik fél időre úgy jöttünk ki, hogy nincs más lehetőség, muszáj nyernünk, és nyilván teljesen átszellemültek a játékosok, és hál' Istennek sikerült 5-öt is rúgni nekik. Nem volt könnyű meccs, ahogy végére látszott volna. Az első fél idő az nehéz volt, nem tudtunk feltörni az ellenfelet, nem volt annyi helyzetünk, de a fél időben megbeszéltünk, hogy mit csinálunk, rámegyünk csapat a Gyirmótra, próbálunk helyzeteket alakítani, és sikerült is végül, és egy jó meccset látunk le. Úgy jelzem, hogy mindenképp gyorsabb a tempó és a ritmus, szóval ezt fel kell venni, egy kicsit gyorsulni kell, de úgy érzem, hogy nincsen óriási különbség a két osztály között.